A város egyházi iratok szerint már 900 évvel ezelőtt is lakott település. Mostani nevét a 18. században említik először, de már az 1200-as években fölveszi a Gellért nevet, Gerót, illetve Girót formában. Maga Szent Gellért püspök Első István hívására érkezik Magyarországra. Az Alaszentgróton fölállított, több mint 2 méteres bronzszobor dr. Fischer Sándor orvos adománya és Farkas Ferenc alkotása. Az emlékművet Szendi József veszprémi érsek szentelte föl.